A példa itt van előtte, 3-2-re verték a franciákat U17-es focistáink az Európa-bajnokságon, egy 10 éves magyar labdarúgó pedig felvételt nyerte az FC Barcelona Escolába, a katalán egyesület szellemében működő intézménybe, úgyhogy most bemutatjuk a Dalnoki Akadémia növendékét, Huszár Gergőt, vele van édesanyja Tandari Erika is. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt! Gergő, 10 éves vagy, te el tudsz magadnak képzelni egyáltalán bármifajta más jövőt, mint a labdarúgás, a labdarúgó pálya, a profi labdarúgó karrier? Nem. Nem? Ez mióta van így? Hát ilyen 3 éves korom óta, elég régóta, mióta elkezdtem focizni, és tetszett. Hogy... Uh-huh. Tehát te lementél 3-4 éves korodba, vagy megismerkedtél a labdával, és úgy, na, rögtön nagyon kis fiúként is tudtad, hogy akkor ez lesz neked a szerelem, igaz? Igen. Uh-huh. Arról van már valamilyen kialakult elképzelésed, hogy melyik lesz az a poszt, ahol te a legjobb leszel? Jobb támadó, vagy közép. Uh-huh. Tehát ennyire ezt is tudod, hogy ez lesz a te helyed a pályán. Példaképed van? Igen. Ki ő? Lionel Messi. Akkor talán nem is véletlen, hogy oda kerülsz, ahova kerülsz, igaz? Nem. Na most, Erika, mikor vettétek észre, hogy... Gergő sokkal többre lehet képes a korosztálya átlagánál. Gergő 4 évesen kezdett focizni a BVSC-ben, és Mezei Gábor volt az edzője, aki egy nagyon-nagyon-nagyon jó edző volt, és egy nagyon jó ember. Sajnos ő már nincs közöttünk, nem élhette meg ezt a szép pillanatot. Ő volt az, aki kezdetektől azt mondta, hogy ő lát valamit Gergőben, valami pluszt, és hogy érdemes lenne komolyan vennünk ezt a dolgot. Nyilván először ezt a gyerekek, még amikor kicsik, csak a gólra mennek, csak a labdát hajtják, és ahogy telnek, múlnak az évek, úgy válik ez csapatjátékká, és ott is kijön az, hogy esetleg ki az, akiben egy picit több van. Világos. És ez még hozzájárult az, Gábor bácsi ugye nagyon nagy Barcelona rajongó volt, és ezt ugye... Tehát már beleplántálta. Igen, igen, és a Gergő is elkezd de érdeklődne Barcelona iránt, Messi iránt, és onnantól kezdve, pici korától, a kezdetektől, tehát Messi az abszolút favorit számára, játékban és emberileg is, és nagyon sokat olvastunk róla, az életútját, és innentől kezdve adott volt a cél. Persze először még csak álom szinten. Tehát akkor nálatok már régóta, évek óta mondjuk a legjobb karácsonyi meg születésnapi ajándék az a Barcelonával és a Messivel kapcsolatos szakirodalom, igaz? Így van, minden. Az összes iskolaszerel, iskolatáskája, a szobája, Messi. Abszolút. Legalább 1000 gólját láttad, igaz? Van-e olyan, amit nem láttál? Hát, nincs. Nincs, mindent megnézel, ami Messi. Egyébként örültetek neki kezdetektől fogva, hogy ez a profi sportoló pálya tűnik a gyermek előtt a legjobb lehetőségnek? Az az igazság, hogy Gergő motivált minket, tehát annyira erősen élt benne ez a dolog, és ő kicsi korában is már, hogyha ez szóba került, mindig azt mondta, hogy ha majd a Barcelonában fogok játszani. És akkor ugye először ez még csak egy álom, egy terv, de hogyha az ember tudatosan felállít egy célt magának, akkor valahogy azok az információk, meg azok a dolgok jobban megtalálják, amik ehhez az úthoz vezetnek. Uh-huh. És akkor volt egy időszak, amikor úgy éreztem, hogy Gergőnek egy kis plusz fejlesztése van szüksége, mert az Gábor bácsi is mondta, hogy nagyon fontos kiskorban, hogy a technikai alapok nagyon-nagyon biztosak legyenek. És ajánlott nekünk egy edzőt, Evanics Martin személyében, és elkezdtünk hozzájárni egyéni képzésre, amit nagyon jónak tartottam, és nagyon eredményesnek. És ezt követően nyáron láttuk, hogy a Barcelona edzőtábort fog tartani Magyarországon, Dabason, na, kérem, tavaly. Hát akkor... Ez nem volt kérdés, tehát az első között jelentkeztünk, mert kíváncsiak voltunk, hogy akkor most nézzük meg, hogy mi a filozófia, nyilván azt fogják képviselni. És el is mentünk erre a táborra, én végig ott voltam, tehát minden edzést figyelemmel kísértem, és bebizonyosodott az, hogy igen, tehát a technika, a cselezés, a jó passzok, pici területen, fejben is gyorsan dönteni. Most már egy olyan édesanyáról beszélünk, akinek szóval egyszerűen nem
nem tudod azt válaszolni, hogy Real Madrid vagy espanyol szurkoló vagy, vagy a téged is beszippantott ez a rendszer, igaz? Igen, viszont mi mondjuk olyan Barcelona drukkerek vagyunk, akik szeretjük a jó focit, tehát nem utáljuk idézőjelben mondjuk a Real Madridot, meg sem egy csapatot. Pozitív, így van, abszolút. Gergő, eddig most, ahol tartasz, mit érzel, mi az, amiben te jobb vagy általában a társaknál, a korosztályodnál, mit tartasz a pályán az erősségednek, erősségeidnek? Hát csapatban nagyon jól tudok játszani, gondolkodni, hát a passzok azok nyilván valamennyire jobban mennek, mint a többieké, az indításaim, meg úgy a cseleim, meg az kb. Ennyi. Hogyha meg akarod fogalmazni, hogy egyáltalán a futballban, a futballmeccsben, a játékban mi a legfontosabb, vagy a legjobb élmény, akkor mi az, ami persze mondhatjuk, hogy a gól, de a gólon túl, amit a legjobban szeretsz? Mondjuk gólpassz, vagy hogyha gólpassz adónak adok egy passz, meg ilyenek. Tehát a jó passz az nagy élmény. Meg a sikeres cselek. Aha. Mi az, amiben fejlődnöd kell? Azon kívül, hogy mindenben nyilvánvalóan. Hát mindenben kell még valamennyit. Na most megvolt ez a tábor, ez további megerősítést adott nektek. És akkor innentől kezdve kapcsolatba kellett kerülni ezzel a barcelonai iskolával, ahol aztán egy nagyon sikeres elsőkörös felvételit tettetek, igaz? Igen, tehát ez úgy nézett ki, hogy amikor a tábornak vége volt, a férjem beszélt a barcelonai edzővel, aki mi csoportunkhoz tartozott, és kérdezte, hogy mi a véleménye, és azt mondta az edző, hogy nagyon ügyesnek látja, és próbáljuk meg a felvételét. Próba szerencse. Na, innentől kezdődött ez, hogy tényleg elkezdtük ezt komolyan venni, és akkor folytatódtak az egyéni képzések, természetesen Martin is tudta, hogy mi a cél, és nyilván annak megfelelően alakította a kis képzését. Világos, tehát Barszásra vette így a figurát, az egyéni edző is, igen. Van. És mi pedig szeptemberben is lehetett volna menni, mi még azt korainak éreztük. És akkor tudtuk, hogy a következő kör az ilyen március-április környékén lesz, és folyamatosan figyeltük a weblapot, hogy mikor nyílik lehetőség. És eljött az a nap, így február közepe felé, és láttuk, hogy elindult a nyílt jelentkezés, beregisztráltuk Gergőt, néhány sorban le kellett írni a focis múltját, egyéb adatait, és megkaptuk a visszajelzést, hogy akkor regisztrálták, és sok szeretettel várják a felvételire. Nehéz volt ez a felvételi? Eléggé. Mi volt a legnehezebb benne? Hát először még csak azok a könnyebb ilyen passzok, csak azokat is gyorsabban, aztán már jöttek az egy az egy elleni párharcok, hogy átpasszolod a keresztben lévő embernek, és akkor, hogyha te passzoltad, akkor te vagy a védő, megtámad, és hogyha te kaptad a labdát, akkor meg te támadsz, és neked kell a másik ember mellett elvinni. Aztán jött a kettő az egy elleni, aztán pedig a Joker játék. Az olyan, hogy egy ember van, egy Joker, és akinek van a labda, aki támad, azzal van. De hát a dolog sikerült. Az a nagy kérdés, hogy egyébként az, hogy idáig eljusson Gergő, az mekkora áldozatot jelent a család számára, a szülők számára? Hát, nem csak anyagi, energia, minden, szóval azért ez egy összetett dolog. Sok. Tehát sok, nagyon-nagyon sok órát töltöttem a focipálya szélén én is vele. Nagyon sok egyéni képzésre is jártam, de szerintem ezt minden szülő ezt az utat járja. És a bátrabbak, meg akik mernek nagyot álmodni, azok megpróbálják ezt a vonalat is, mint ahogy mi is. És hát sikerült, és az jó dolog. És ami még nagyon jó dolog, hogy ugye mi alapvetően úgy készültünk, hogy ez a felvétel, ez kétkörös lesz. És már az elsőben sikerült. És az elsőben sikerült, meggyőzte. Én azt gondolom, hogy mivel Gergő tényleg ez a barcelonai imádat, nagyon sok meccset nézett, és az a stílus, az valahogy lehet, hogy látszott ott a játékán, és meggyőzte az edzőket, hogy... Ti kapcsolatban vagytok, vagy kapcsolatban léptetek, vagy szereztetek információkat olyan családoktól, olyan szülőktől, akiknek járt már itt a gyereke? Igen, ez is egy nagy segítség volt, hogy elmerjük ezt képzelni, hogy az ilyen különböző közösségi oldalakon azért követtük azokat a gyerekeket, akik kint vannak. Én most jelenleg, tehát aki az eszkolában van, én hármat tudok, három kisfiút. És persze
Tehát valami kell. Nyilván, aki az első volt ebben az egész történetben, Mari Zoltánék, ugye őről már sokat hallottunk, velük is felvettük a kapcsolatot, és ők azért nagyon sok mindenbe segítettek, hogy hogy képzeljük el ezt a történetet. Na, mindegy, most költözni fogtok, és ott folytatódik. Azt mondd meg végül, Gergő, hogy közben meg a kedvenc csapatod, hát nem lesz ott a Bajnokok Ligája döntőjébe. Most akkor, ha a Real Juventus lesz, mert arra felé állnak a dolgok, akkor az ki fogja nyerni szerinted? Inkább győzöm a spanyol foci a Real. Meg azért dühös is vagyok a Juventus, hogy kiütött a Barcát, de legalább így nem fognak kifáradni a La Ligára, ahol viszont le vannak maradva a Madridtól. És ott viszont úgy érzed, hogy van esély, tehát még meg lehet osztani. Ott van, mert ha a Madrid még bejut a döntőbe, akkor meg ki is fáradnak. Így van, és akkor azért a bajnoki címet még Luis Enriquével be lehet húzni, igaz? Igen. Sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen. Majd figyelni fogunk benneteket. Köszönöm szépen, hogy köszönjük szépen, mi is.